Sziasztok! Bizonyára nektek is volt már olyan, hogy elmentetek egy weboldalra, meg akartatok nézni mondjuk egy videót, és mi történik? Természetesen regisztrálni kell. Mivel kell regisztrálni? Az e-mail címeddel. De hát én nem akarom megadni az e-mail címemet. Szóval, ha nem akarod megadni az e-mail címedet, akkor mit lehetett csinálni? Becsukni az oldalt és hangosan anyázni, vagy kamu e-mail címmel regisztrálni. Ez a kamu e-mail cím például temp@mail.org/en, de majd beteszem a leírásba a linket, ami ad nekünk egy eldobható e-mail címet, például jexeho8532@87708b.com. Ez lesz az e-mail cím, kimásoltunk a vágólapra. Beírjuk ide, meg jelszónak is, ún is benne nagybetű, hát akkor rakunk bele egyet. Regisztráció nem. Hát férfi születési időnek beírunk valami kamut. Szuper, iránytószámot is kapott. Tehát hogy ne értél, hoppá, kicsit hosszú. És miután regisztráltunk a csodálatos RTL Mostba, nem egy csak köszönjük, reklám nem kell. Csodálatos kamu e-mail címünkkel. Már is jött egy levelünk a fiókunkba, ahol lehet aktiválni az RTL-t, meg is nyomjuk a linket, be is aktivált, zseniális. És ezek után mi teljes nyugalommal nézhetjük a cápák között harmadik évad tizedik részt a reklám után, vagy bármit, tehát hogyha elmész egy másik oldalra és ott is szeretnél regisztrálni, akkor egyszerűen ugyanezt csinálod. Na most természetesen nem mindig ezt az e-mail címet kapott, tehát hogyha most töröljük az előzményeket. Én mindent kitörlök, igen. És ha most elmegyek a temp mailre, akkor egy másik e-mail címet fogok kapni. Tehát detejét 35 bla 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 bla. Tehát itt az a hátránya is egyben ennek a szolgáltatásnak, hogyha én most az RTL-en ugye be vagyok jelentkezve, de hogyha elfelejtettem az e-mail címet, meg a jelszót, meg a mindent, akkor később újra kell regisztrálnom. Tehát nem tud elküldeni az e-mail címemre jelszó emlékeztetőt, hogy Józsikám, a jelszavad az volt, hogy 1, 2, 3, 4, 5, vagy ilyesmi. Tehát ez arra jó, főleg, hogy megnézze egy weboldalt, vagy esetleg csak tényleg csak a cápák között a harmadik év, a tizedik részt akarod megnézni, a többi nem érdekel, mert hülyeség. Megnézed, utána meg elfelejted az egész weboldalt, elfelejted a kamu e-mail címet, meg minden. Szóval egyszerűen ennyi lenne az egész. Ez a temp.mail.org nagyon jó egyébként, sokszor szoktam használni, főleg, hogy a cápák közötted akarok nézni. Sajnos nem RTL reklám, mert nem fizettek érte egy forintot se, úgyhogy be is csukjuk. De a temp.mail.org az nagyon jó. Szóval akit érdekel, próbálja ki, használja, és ennyi lenne az egész. Tehát csak ajánlani tudom, nagyon jó szolgáltatás. Úgyhogy jó hétvégét, jó hétközbét, és sziasztok!